Good morning, everybody! Hát gyerekek, elég rég nem jelentkeztem, ugye észrevettétek. Hát erre mi a magyarázat? Sokat dolgozom, és hát olyan ételeket készítettem, amik már az eltelt idő, egy hét azt hiszem, amit már filmeztem is, meg hát a család, stb. Szóval nem volt mit filmezzek, de ma megajándékozlak benneteket és saját magamat, egy világhírű étel, nagyon egyszerű, nagyon finom, állítólag. Kamionosok szeretik, mikor mennek át ugye Angliába, Doverbe, és ők kapják ezt ezen a ferrin, az úgynevezett, ami viszik át a kamionokat Angliába, az úgynevezett English breakfast, vagyis az angol reggeli. Na, ezt fogom most nektek megmutatni, hogy hogyan készül, és ugye ezt fogok reggelizni. Már alig vártam, hogy feleségemik elmenjenek, ti meg alig várjátok, hogy kezdjem, úgyhogy akkor kezdjük. Elsősorban mi kell hozzá? Szalonna, kolbász, gomba, bab, akármilyen meglepő reggelire bab, tojás, paradicsom, egyéb ilyen saláta köret. Ez egy külön történet lesz, a főtt krumpli és a hagyma plusz tojás. Ez már inkább ilyen németes, ez nem ide tartozik, de én fogok készíteni egy köretet, még pluszba, az németes köret lesz, hasonlít egy kicsit a Bauer prüstükhöz. Na, mivel kezdjük? Először is levágtam már itt szalonnának azt a részét, amit ugye, hát ilyen zsíros akármi, ezt összemetélem apróra, és ezt ki fogom most sütni, ugyanis szükségem lesz egy kevés zsírra, ugye szalonna zsírra. Akkor szükségem lesz 6 ilyen, jobban mondom 2, de hát elvágtam félbe, 6 szelet rendes baconre. Azt mondjuk, hogy szalonnát tud mindenki sütni, ami nem mindig igaz. Hideg az edény. Tessék, látszik? Igen. Most indítom el, és a szalonnát, a bacon szalonnát hidegen teszem bele. Tehát nem forrósítom fel az edényt, hanem hidegen kezdjük el melegíteni. Mi a különbség? Vagy mi a lényeg ennek? Az, hogy ugye nem fogod megfőzni, mert először a vizet csapja ki, és nem megfőzöd, hanem sütöd. És fokozatosan melegszik fel a szalonna. Ennél ugyanaz a helyzet. Most ugye látjuk azt, ahogy melegszik, feljött a víz a tetejére, és azonnal elpárologtatja a vizet, tehát nem föl. Ugye ez a különbség. Itt úgy szintén, ugye, nézd, oda már is pirul, tehát, és nincs víz, ami már ott van, az már zsír. Tehát a zsírt azonnal kilövi, vagy bocsánat, a vizet, mert hát minden húsban van víz, ugye, és ez fontos, hogy nem megfőzzük a szalonnát, hanem ugye megsüssük. Tehát már is pirul, és látjátok, nincs víz, nem. Ami van, az ugye azon, na, bénáskodok kérem, nem szeretem francba. Na, szóval megforgatjuk időnként, és teljesen ropogósra, nem tudom, most már meg meleg francba. Na. Szóval, erről van szó, kérem. Igen, közben előkészítek 2 darab, azért 2, mert többet nem bírok megenni. 2 darab, egy pillanat. Nagyon híres magyar kamionos barátunk által se íze, se bűze kolbásznak titulált, ugye ez német bratwurst, hát az angol változata, azt én nem tudom miért. Lényeg az, hogy megszurkáltam bőségesen, tehát minden oldalról kapott egy-egy döfést, hogy ki tudjon belőle menni a víz és majd a zsír, természetesen. Újra fordítsuk a szalonnákat. Na most már nem tudok belegyűlni kézzel, nem is akarok. Látjátok, hogy igazam van? Igazam van, vagy igazam van? Ugye? Nézd oda. Gyönyörűen pirul. Tudom, hogy lehet tanulni mindig valami újat. Én sem tudtam.
Van egy weboldal, ahol ilyen a Bright Side egyébként, megmondom, ahol ilyen főzési trükköket mutatnak, hogy mire lehet odafigyelni, vagy mit kell másképp csinálni. És ezt már tovább nem sütjük. Legalábbis én nem sütöm tovább, nekem ez így megfelel. Lehetne csinálni ropogósabbra, a feleségem az úgy szereti, hogyha teljesen ropogós. Ez is az lesz egyébként. Nézd oda. Ez így jó, ahogy van. Akkor ezt a apró szalonna darabokat is most már kiszedhetjük a kiolvasztott zsírból. Ugye így elhasználtam azt a nagyon zsíros részt, és hasznosítani fogom, majd megmutatom, hogy hogyan. Pedig úgy, hogy először ugye megsütjük a kolbászt. Kicsit lejjebb veszik a tüzet. Egy pár darab gombát félbe vágunk. Ezeket a gombákat az előzőleg ugye kisütött szalonna zsírjában megsütjük. Éppen nyugodtan. Oké. Ebből a paradicsomból, várják ki, és megtörlöm. A nagy paradicsomból le fogok vágni egy karikát. Oké? Egyelőre. Elverek kettő egész tojást. Szóval vigyázunk, ugye szalonnáról van szó. Tehát óvatosan. Ez tökéletesen ugye. Ők tükörtojást írnak. Ó, bessza, meg tényleg elfelejtettem. Na mindegy, ez akkor is fog kelleni, mert félre is teszem. Pontosan fog kelleni kettő tojás ehhez, amit itt mutatok. Tehát kezdjük előről. Előkészítek kettő tojást. Gombafejeket megforgattam. Egy gondolati sót teszünk csak rá, egy pincs, úgy mondjuk pincs, tehát kipetnyi. Már is elkezdjük a tükörtojást megsütni. Oké. Tálaló edényre kiszedjük a már sült gombákat. A tojásnál tanácsos letakarni az edényt, hamarabb a teteje is össze fog húzódni, és át fog a gőzbe, ugye kicsit megföl. Közben oda teszünk kettő szelet, ilyen batta kenyeret, toaster-ba, és egy kicsit megpirítjuk. Kiszedjük, nem hagyjuk, hogy a sárgályos megsüljön teljesen. Maradjon egy kicsit lágy. A gomba levet engedett, amivel semmi baj. Ez így jó lesz. Semmi folyadék, nincs semmi. Ide tesszük a már előre megfőzött, ugye paradicsomos főtt babot. Csak a tálaló edére tesszük, kérem tisztelettel, kettő darab a már megsült kolbászt. Ugyan ebbe a úgynevezett zsírba beleteszünk egy darab vastag szelet paradicsomot. Utána a bab is ugye átforrósodott a tálaló edényünkre tesszük. Hát az egész nem kell,
Ezt reggel szabad enni babot, ugye tudjuk. Este már vigyázni kell vele. Már a paradicsomunk átpuhult. Itt, gyönyörű. És befejezésül rátesszük a már sült szalonnákat. Hát így, ilyen kicsit próbált dekorálni. És kérem, ezennel elkészült gyakorlatilag az úgynevezett angol reggeli, az English breakfast, ezt ők így csinálják. Ebben nem vagyok száz, de láttam, hogy egyikbe csinálták ezt is, úgyhogy hozzátettem, mert finom, és tényleg jó. Szóval gyerekek, ennyi. Ez egy angol reggel, gondolom ezt az ember bevágja, utána mehet zsákolni, igaz? Na, majd megkérdezi, hogy a Lord, a Milord, hogy Jean, van a tejában kolbász? Ugye ez a bakel, nincs uram. A fenébe, akkor már megint a bilit ittam ki. Az angol reggeli után én még extrába készítek magamnak, ez nem tartozik az angol reggelihez, természetesen, egy kis csemegét, mégpedig, ezt a francba, ezt le kell szűrjem pillanat. Igen, tehát ez egy nagyon komoly szalonna zsír. Amit lehet igyekszek megmenteni belőle, ezt az alját már nem. Oké. Okay. Kicsit hajadzani fog egy ilyen németes megoldásra. Próbáltuk ki. Nem daraboltam fel a fokhagymát, de majd bepótoljuk. Hát én teszek bele egy pár gerezdet. És így igyekszek eldarabolni nagyjából. Minél előbb, minél kisebbekre, amennyire csak lehetséges. És természetesen jól megsütjük. Ez szépen fokhagyma. Én raktam egy kis erőset. Ez csak egy ötletet próbálok adni nektek ezzel, amit most készítek. Nagyon jó illatot enged a fokhagyma is, és van itt nekem főtt krumpli, amit így tetszés szerint hagyhatnád mondjuk karikára is, hogyha ilyen kisebb krumplik, akkor csak lekarikázod. Én így lekockázom, illetve ledarabolom, magyarul nem kockázom. Ezt én már tegnap megfőztem, mert számításom volt arra, hogy ezt fogom csinálni. Ugye? Gyorsan át is keverem. Na, eddig tetszik a dolog, gyerekek, tetszik. Ez csak... És gyorsan van meg, hát mondjuk a krumplit meg kell főzzed előtte való nap, mondjuk. Ha ezt akarsz majd reggelizni, vagy megfőzöd, akkor várnod kell, amíg kihűl, ugye, ezt nem kell mondjam. És ugye biztos vannak, akik, sőt 100%, mivel tudom, hogy Németországban is vannak feliratkozóim, nézőim, akiket nagyon nagy tisztelettel köszöntök, nagyon nagy szeretettel fogadom őket, fogadom most az a legújabb feliratkozókat, akik most már fölé mentünk a 2000 feliratkozónak, és hát én nagyon örülök neki. Nem az a szándékom, hogy nekem 100 000, meg 30, meg 40, meg 50 ezer feliratkozom legyen, de akik így feliratkoztak és kapok beírásra, nagyon kedvesek, szóval köszönöm szépen még egyszer, és remélem, hogy hát egy-két ötletet tudok nekik is adni majd. Most már rászorjuk a már megsült szalonnát, ugye? Kicsit felbusztoljuk. Mit szóltok hozzá? Eddig jó? Hm? Hát ugye azt nem bírom megenni mindet. Meg még ott vár rám az angol reggeli. Én mindig úgy mondom, hogy Bauer. Tehát Bauer früstük. Tehát paraszt reggeli, de nem úgy kell mondani,
Javítsatok ki, ha nincs igazam. Fekete borsot tettem rá egy gondolatnyit. Hanem Bauern. Bauern. Ugye? És nem Bajor. Tehát nem Bayer, meg Bayer is, hanem paraszt. Paraszt reggeli. Na most a sót nem tettem rá, láttuk. Mivel hogy a szalonna sós, nem szükséges, a krumpli sósvízbe tölt. Fölöslegesen nem viszünk be sót, sőt, előtte ugye felvertem ezt a tojást, emlékszünk rá, két tojást, amit így körkörösen ugye rácsurgatunk. Próbálom elosztani rajta, leveszem a tüzet, keményen, leveszem, különben megég az alja. Kicsit megmozgatjuk, mindenhova jusson a tojásból. Azonnal lefedem. És itt már csak pillanatokról van szó, és le is zárom. Kérem tisztelettel, főzésünk véget ért. Kétszeret pirítós. English breakfast és a Deutsche Bauer Frühstück egyik változata. Hát köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Hát a kóstolást azt majd én megkóstolom. Most külön-külön nem akarom. Szóval hát ennek a fele sem fog elfogyni, úgyhogy többi megy el hónap reggelire. Jó? És akkor majd még a mai nap folyamán fogok forgatni majd valamit. Még nem tudom, hogy mit. Valószínűleg egy ilyen cukkini dolog lesz, úgyhogy majd azzal folytatom. Szóval tálalás fontos. Mit hogyan tálalunk? Hát ezt nem írják ők elő, én teszek rá kis piros paprikát. Véleményem szerint nem rontom el. Úgyhogy, hát remélem tetszett a videó. Oké, English breakfast nagyon finom, és hát remélem, hogy majd elkészítitek ti is. Sziasztok, bye-bye!